Sziasztok, mongufták! Igen, mint jól láthatjátok, bejött a Harley Quinn set, mert hogy konkrétan kaptunk egy skint, egy másik skint, amihez majd jönnek küldetések. Megkaptuk a két fegyverét, ami tök jó, 800 V-Bucks-ba kerül, 1500 a skin, és hogyha egybe veszed, akkor pedig 2000-ért megkapod, hát jobban megéri ez sokkal, mert én dilemmáztam, hogy vajon melyik fegyvert vegyem neki, vagy csak a skinre lesz elég V-Bucks-om, így is beleütköztem egy problémába, hogy nem volt 2000 V-Bucks-om, viszont valamikor olvastam az egyik Facebook csoportba, meg Bencék is mondták szerintem, hogy van lehetőség háromszor visszaváltani valamit, amit mégis úgy döntesz, hogy mégse szeretnéd megvenni, de megvetted valamikor. Hát ez kiderült, hogy egy hónapod van arra, hogy olyat vissza tud váltani. Igazából örültem, hogy megkaptam a választ nagyon gyorsan, és nem csúsztam ki a skinből, bár azt is megkaptam, hogy 17-éig elméletileg benn lesz a Harley Quinn, ugye most jött ki a Ragadozó Madarak, mi tegnap néztük meg a mozit, aki DC fan, vagy szereti az ilyesmit, annak ajánlom. És köszönöm szépen a segítő válaszokat, utána pedig engem is, vagy 4-5-en megkerestek privát üzenetben fél órán belül, hogy van ez a lehetőség, wow, de hogyan, hogy kell ezt megcsinálni? És gyakorlatilag ezért is döntöttem úgy, hogy beleveszem a videóba, és mint láthatjátok, van külön Harley Quinn Challenge is. Hát ezeket nem lesz olyan bonyolult megcsinálni, ugye 30-ba kell bekerülni szólóba, rendőrbe vagy duóba, gyakorlatilag sebeznünk kell az ütőcuccunkkal, meg ilyenek. Tehát igazából szerintem ez egy ilyen ajándék. Tehát ajándékba is ajándék, bár Harley Quinn nem egy bonyolult személyiség, szerintem az ő egyszerűségével és a saját maga hozzáállásához illő feladatokat kaptunk. Itt pedig elnyomattam vele egy pokitáncot, aminek nem halljátok most a zenéjét, de kíváncsi voltam, hogy hogy fest, hát így. Nézzétek is, miként tudtok visszaszerezni V-Bucks-ot. És akkor térjünk is rá a lényegre, közben pedig levettem a fejemről a sapkát, mert volt egy kis technikai gondom. Tehát, igazából ide mentek a három kis vonalkára, benyomjátok a settings-et, ide mentek hátulra, ami lehet egy kulcsjuk, vagy pedig egy ilyen bábú fej. Itt pedig kikeresitek azt, hogy Lifetime Refined Request, vagy pedig Refund Request, ugye a második. Megnyomjátok ezt, és itt láthatjátok, hogy mit vettetek ebbe a hónapban, amit visszaadhatnátok. Én skineket nem annyira akartam visszaadni, mert ezeket tényleg szeretem és használom. Viszont ezt a háromas pakkot, ami 1000 V-Bucks-ot adott vissza, ezt az egyet használtam, a többit nem. Így ettől én megváltam, és helyette láthatjátok, megkaptam Harley Quinn-t, mert ugye nekem nem volt 2000 V-Bucks-om, de így már meglett. Tehát igazából itt ki is pipálta, vagy így elégette, hogy egyet elhasználtam a háromból. Ha valaki tudja, írjátok meg, hogy ez most felhasználóként három, vagy seasonönként, bár szerintem felhasználóként. Úgyhogy így tudtok gyorsan V-Bucks-ot szerezni, hogyha valamire szükségetek van, és meg akarjátok venni. Én nagyon-nagyon örültem ennek a lehetőségnek, és azért is csináltam meg, mert segítőkészek voltatok nekem, és utána 5-6-an rám írtatok fél órán belül, sok ember nem tudja, hogy van ilyen lehetőség, és azt is elmondom, hogy egyből megcsinálja. Volt, aki kérdezte, hogy mennyi az átfutási idő, ilyen 5 másodperc alatt már szállt is vissza a V-Bucks, úgyhogy gyakorlatilag hajrá, hajrá, aki szeretné megvenni, az vegye, és írjátok meg még, hogy ti milyen hátas dolgot tennétek rá, én őt gondoltam. Hát, hogyha ezekből lehet persze válaszolni, nekem ezek vannak, még a szárnyak is akár azt mondom, hogy jók lehetnek. De külön ezt nem adtak hozzá, hát attól függetlenül én nagyon örülök neki. És írjátok meg, hogy ti tervezitek-e megnézni a moziba, vagy láttátok-e már esetleg a premier első napján, mint mi. Legyen szép napotok, és hogyha még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és live-ba, illetve live-on kívül is tudtok velem játszani. Nyugodtan jelöljetek be, én mindenkit visszaigazolok, Mongufta Dév a nevem, Nagy M szóköz Dév, és találkozunk hamarosan, legyen szép napotok, sziasztok!